Na sziasztok srácok, üdv mindenkinek, folytatjuk a Bloodborne végigjátszását, és az előző részben megnéztük, hogy milyenek a dungeonok, abból megcsináltunk egyet teljesen, illetve a másodikat megcsináltuk úgy félig. Én arra egyelőre nem szeretnék több videót áldozni, majd lehet, hogy még lesz belőle, vagy végigviszem a dungeonokat is, nem tudom. De egyelőre menjünk tovább a sztoriban. Ugye a sztorit nézzük, akkor legutóbb Mr. Martyrt sikerült nagy nehezen levernem, kicsit agyvérzést kaptam tőle. Most viszont a game progress szerint el kell mennünk a suliba, vagy én nem tudom, hogy az mi lesz pontosan, de ahhoz először el kell, hogy menjek a... Nem ide. A... ide. Mert itt az erdőben van egy ház, ahol beszélnem kell valakivel, aki ad nekem valamit, amivel el tudok menni valaminek a segítségével a valahova. És nekem ez kell. Nya! Szóval, új területre fogunk menni. Egyelőre még arra a részre nem szeretnék elmenni, ahol a kis csengősök respawnolják az összes mobot. Meg buffolják őket, meg ilyenek, mert azt szerintem nem most kell, hogy következzen. Meg a game progress azt mondja, hogy ezt kell csinálni. És én ezt csinálom. Azért maradjunk annyiból, hogy ez kurva nagyot tudott lőni. Nőzd meg! Ettől mindig megijedek. Rohadt csapda. Szóval vannak dolgok, amiknek így nagyon durván utána kell, hogy most már nézzek. Mert annyira most már nem mindegyik útvonal adja magát. Nem egyértelmű. Úgy el vannak némelyik helyek dugva, hogy az nem igaz. Na melyik jön utána? Mind. Blood Riot. Na, várjál, ez adott kettőt. Nagyon jó. Szóval az a lényeg, hogy valahova el kell jönnöm. Egy... megint a csapda. Te felkelsz? Na, náhagy fel. Hello, mi? Bazd meg. Meghalok. Te figyelj, hogyha meglősz, én kinyírlak. Úgy. Jó. Ezt kérem. Nice, nice. Gyere csak ide. Ne ordibáljál! Bolond vagy? Na. Valahol valakivel itt beszélnem kell, de az sem biztos, hogy jó helyen vagyok. Csak azt mondom, hogy egy háznál kell beszélnem valakivel. Kijönnék a tűzből. Ne vidd le a lootot! Levitte. Hol lehet az a ház, ami nekem kell? Nem erre van. Itt valahol van egy ház. Ahol tudok beszélni emberrel. Érdekes dolgok ezek. Ja, itt jöttem le. Lehet, hogy nem is kell ide eljönni. Akkor viszont ez fakt. Itt volt a csapda. Vagy lehet, hogy erre kell jönnöm fölfelé. És itt lesz az a házikó. Valamilyen háznál kell beszélnem valahol valakivel. Aha! Vele kell beszélnünk. Azt nem mondták, hogy itt egy csomó kutya lesz. Te... és persze, hogy észrevettél. Hülye. Round to the right of the great cathedral. Mm-hmm. And seek an ancient flower.
After the goddess will grant you strength. Yes, I'm unquestionably certain. Feküdj már le magadnak! Normális vagy. Jó. És ide be tudok jönni hozzá? Nem. Jó. Tehát megvan a ház, amit kerestünk. Jó, most akkor vissza kell menni a... Majd menet közben. Nem. Hát, te magadnál vagy? Még a hullát is hoztad magaddal? Hülye vagy? Hűséges egy állat. Ennyire szereti a gazdit. Na szóval... Ez a... A valakivel megbeszéltük a dolgokat. Csak az a baj, rohadtul nem erre van a lámpa. Vagy? De, jó, oké, meg vagyunk. Hé, ezt a lootot meg itt felejtettem. De jó, hogy erre jöttem vissza. Koktél, kösz. És akkor a játéknak most van az egyik undorító része. Visszatérsz a Hunter's Dreambe? Vissza! Jó. Szóval, itt a Hunter's Dream. Jó, és innen kell nekem elmenni, nem ide, hanem mondjuk ide. Mert kimegyünk szembe, megyünk fel a lépcső, majd elbar, de mondjuk fent a katedrálisban, ahol volt a kurva Amelia, ott van egy lámpás. Miért nem mentem egyből oda? Rövidebb lenne az út. Na mindegy. Tudj, már gyorsabban, mert ez egy örökké valóságig tart. Na. Oh. Mondom, annyira durva, hogy ilyen dolgokra oda kell figyelni, hogy beszélgessél egy elbújt emberrel, mert ő ad neked valamit, amivel tovább tudod vinni a játékot. Tehát, jaj. Én nem tudom, hogy miért kell így elrúgni ilyen dolgokat. Sokkal durvább, mint a Dark Souls-ok. Mondjuk a kettőtől nem durvább. Azért a Dark Souls 2-ből, hogyha el akartál menni A-ból B-be, akkor az nagyon beteg volt. Tehát, a játék elején fel kell, hogy szedje egy tárgyat, a játék végén be tudjál menni egy ajtón. Vagy a játék elején van egy ajtó, amit nem tudsz kinyitni, és a játék végén kapadnak hozzá a kulcsot. Tehát ilyen duroságok. Ott sem mindegy, hogy mikor merre mész. Meg úgy látszik, hogy ebbe sem mindegy. Hello! Hello, mi? Adja Bloodvajot! Hiába adott, sok mindent nem tudok vele kezdeni. Na, jól van. Akkor ezzel meg vagyunk, akkor itt végig lerohanunk. És elmegyünk ide le. Hogy itt volt kettő Hunter, akiket már korábban nagy nehezen és kinkeservesen, de sikerült, hogy megölnünk. Szerencsére most nincsen itt egyik sem. És akkor most jön az a rész, hogy... Várj, itt is lehet egyébként beszélni ez az ajtóval. Kop, kop! Nem történik semmi, jó van akkor. Mert itt fel lehet jönni ide. Igen. És itt volt egy tárgy. Itt volt loot, azt már itt felvettem. Abba a holtestbe. Viszont itt van a kettő puskás. Meg anyád valagát! De azért meghaltál, ugye? Meg jó van. Bloodwail 3 darab. Jól van. Most őt kéne elintéznem. Úgy elintézem, mint a szart. Rip. Adja. Jó. Full HP kell ide. És... Amiért tudtam, hogy ezt kell csinálni, mert utána néztem, mert én itt már egy párszor meghaltam.
Látjátok, azért rajtam egy pár ekót. És hogyha ő elkap, mivel nálunk van az a kavics, persze ilyen 0 HP-zni fog, de most nem fog lehajítani a földre, és nem fogunk meghalni, hanem kiröhög minket. Amigdala. Mivel az a kő nálunk van, ezzel elvisz minket egy új területre. És annyira vidám volt, és annyira kiröhögött, hogy ez az amigdala ez szerintem egy olyan szinten baszó boss lesz, hogy én meg fogok baszódni. Na. Megérkeztünk. Elnyerti egy trófeát, köszi. Tehát most elvileg a game progress szerint ez a következő területünk. Csak hát ennek sajnos utána kellett, hogy nézzek, mert erre magamtól soha, de soha nem jöttem volna rá. Figyeld, ez az ajtó másik oldalról nyílik. Nem, ott van egy csúnya arc, figyeld már. What a joy it is to behold the divine. It must be such a pleasure. You're in my debt, you know. You're nigh on a beast of the field. But here you are, treading a measure with the gods. De vicces vagy. Nem szeretem, amikor így kinevetnek. Jó, akkor baszódj meg. Ne engedjél be az ajtón. Itt van, látom, itt van loot. Ja nem, csak egy ajtó. Hát tudtam, hogy a másik oldalról nyílik. Ezek az ajtók, ezek mindig a másik oldalról nyílnak. Vagy kulcsal. Semmi. Azt gondolom, megint semmi. Így az anyját. Itt is van egy ajtó. Figyeld, ez se nyílik. De. Takarodj. Rosszat sejtek. Ki tudtam nyitni egy ajtót. És egy üres szoba. Oho! Mr. Professzor úr! Hogyan tetszett leugrani? Felvettünk egy kulcsot. Ó, öcsém, ilyen tanulóruha. Nagyon jó. Nekem nem kell tanulni, én már tudok mindent a játékról. Azt mondjuk, enyhe túlzás, tudok mindent a játékról. De van már némi tapasztalatom az ilyen játékokkal, úgyhogy nekem már nem kell mit tanulni. Amit tudok, azt tudok. Sötét van. Ja, annyira azért nincs. Oké. Most tulajdonképpen kijöttünk ugyanarra a folyosóra, ahol voltunk az előbb. Csak kerültünk egyet, és felvettünk egy kulcsot. Kérdés, hogy mit fog kinyitni. Mondjuk ezt. Hello! Tessék jönni! Ilyenek voltak, hogy... Jézusom, de sokan vagytok! Double kill! Így, szép egyesével. De jó, hogy nem ment a csáposra a tanyára. Ez nem tudom, hogy mit csinál, de nem akarom megtudni. Na, ide figyelj! Nagyon sokan vagytok. Kapni fog. Belehánytok kis köcsögébe. Te, fúj, undorító. Mennyi? Mennyi mindent itt hagytak nekem? Szóval ezt nyitottuk ki. De én azért még szétnézek. És semmi nincsen, ott sincs semmi. Az sem biztos, hogy ez ugyanaz a folyosó. De, mert itt mentem be. Tehát ott a sarokban az ajtó mögött ugyanilyen szar volt, akivel beszéltem, és nem engedett be. Na nézzük, hogy akkor itt mi van. Ah, van még. Ezek voltak a diákok? Hello, mi? Hello? Így kell megnevelni a diákokat. Nem viselkednek. Bum! Figyeld már a tanári asztal. Hopp! Ja, hogy azt nem lehet szétüteni.
kérdés, hogy én ide miért jöttem be? És ha már bejöttem, mi van itt a sok mobon kívül? Ott van egy ajtó, mindjárt meg is nézzük. Ott van fent egy emberke. Már ha lehet emberkének nevezni, nagyon jó. Gondolom ez megint az éven nyílik, nem kulcsa nyílik, de itt van egy láda. Akire kivigyáz. Senki! Gyanús. Nem szeretem az ilyen gyanús dolgokat. Érdekes, ott semmi nincs itt. Ezzel szerintem ki fogunk menni megint ide a folyosóra. Igen. Megint kerültünk egyet. Akkor most már igencsak közeledik az a ajtó, ami ott van. Jó. Azt mondja, hogy semmi nincs. Ez. Ez viszont nyílik. Ez hová visz? Jó napot! Tessék mondani, van itt valaki? Annyira tudtam, hogy csapda. Jó. Jó. Éreztem, hogy csapda, de a lootért megérte bejönni. Jó. Hát, akkor hajrá. Ez mi volt? Ez... Azt mondjátok, hogy... Tovább jöttünk. És hogy lehet felmenni a emeletre? Ott az emeleten még azért volt egy-két dolog, hello. Picit úgy érzem magam, mint a Dark Souls 3-ba a sárkányos részen. De ne ilyet adjál már, olyat, aminek hasznát is veszem. Amivel ezt a fegyvert tudom fejleszteni. Valaki itt krákog. Erre nem tudok feljönni. Jó, én megpróbáltam. Arra se. Te krákogsz itt. Azt a mindenit. Hallj már meg. Hű. Na várjál. Baszki. Ott van egy barlang. Igen. Annyira szeretem, hogy nem tudom, hogy merre kell menni. Mindenfelé is el kell, hogy nézzek. Ennyi a történet. Aha, gyere csak ide. Az igen, szép volt. Na. Bazd meg, te ilyet csinálsz. Na olyan mi? Anyád valagá. Csíha. Az mi? Nem mi ez? Ne es le. Van egy olyan sejtésem, az ott lent mérgezni fog. Ott már jön a helyi. Ne tűnj el, légy szí! Bazd meg. Jaj, ez egy kurva hunter, a kurva anyját! Hihi! Hello, mi? Hagyjál békén a baromságoddal. Mi? Még egy? Na takarodj!
szeretem azért egy HP-s dolgokat. Hajj már meg! Mit adtál? Lead elixir. Szóval itt ez ilyen hely, értem. Ki a rohadt életbe? És olyan ezek a hunterek, ezek újra spawnolnak, hogyha esetleg meghalnék? Hát én oda nem esnék még le. Mi van akkor, hogyha én most visszamegyek, és elnézek oda abba a kis barlangba, ahol nem mertem lemenni. Eléggé para a hely, csak úgy megjegyzem. Zárójelbe. Ah, volt az. Erre. Hát, barátom, ez egy shortcut lesz. Úgyhogy nem erre kell jönni. Legalább most már ezt is tudjuk. Fejezd már abba. Vernyákolsz itt nekem. Basszus. Én biztos, hogy le nem ugrok oda. Jó, ezek itt mind meghaltak. Hí. Ezt szét lehet ütni? Hopp! Nem. Nem. Hát akkor nincs mese. Hol röfög? Valahol itt. Amúgy. Aha, szerintem az. És sanszos, hogy tudja az utat felfelé. Hé, loot. Mondom, hogy tudja az utat felfelé! Te! Es már össze. Úgy. Legalább adtál volna valami lootot. Várjál, hogyha ő fel tudott jönni, akkor én le tudok menni óvatosan. De jó. Bloodvaja, kösz. Az kellett. Szóval itt van egy barlang. Az hová visz? Ó, megint itt van ez a izé. Tele van a hely ilyenekkel. Azt a kur... Te normális vagy, baszd meg? Hozzám basztál egy hegyet? Ez hozzám baszott szó szerint egy hegyet. Ja, hogy ezt elfelejtettem itt becsettinteni. Elmentem mellette. Nem vettem észre, de szar. Na jó van akkor. Hopp! Hopp! Mennyit ad? Nem is figyeltem. 700-at. Na várjál, mert itt volt egy másik is. Rip. Ezt azért, mert megleptél volna. Míg a haveroddal itt barátkozok. Ez az. Nice, nice, nice. Ugye erre voltunk előbb. Hol haltam meg? Bakker ez a terület. Hunter. A... Ez előbb nem tudtam. Mert a Hunter bezavart. Nem. Arra biztos, hogy nem megyünk még el. Nem. Igen, ezt elfejtettem, merre mentem. Hol haltam meg?
Erre itt volt ez a horkolós izé. Ja itt, oké, tudom hol vagyok. Na. Szóval, az a majom itt hajított hozzám egy nagy egyet. Ja, és kedves sajátok, mindig rakja a Blood Echo-t. Köszi. Na, szóval. Ne aggódj, megyek. Ha tudnám az utat fel hozzád, mennék. Jaj, lejöttél. Kedves vagy. Te, ide figyelj! A rohadt anyádat. Majdnem 1500 ekót adott. Aha, ott van még egy. Baj, legalább tudom, hogy ki egy ténütésbe hal. Na várja. De személy! Te is dobáltál volt. Hol van? Melyik dobál? Honnan dobálsz? Jonnan fentről. Ó, a... Ott egy loot. Menj már! Oké, villámos papír. Adjál már békén. Hogy kéne oda feljutnom? És ez eldob idáig? Hát próbálkozni, próbálkozik vele elég szépen. Hát jó van, derítsük, hogy mennyire mérgez. Nem mérgez, de folyamatosan veszi a HP. Vagy lehet, hogy pont ez a mérgezés. Csak azért, mert... Ez ellen nincsen valami ellenszerem? Aha, most kaptam mérget. Nem túl jók a kilátásaim. De hanyan vagytok még ott elbújva állok? Jó, akkor így oldat meg. Nálad mi volt? Legalább valami hasznos lett volna, de semmi. Annyira tudtam, hogy ez itt mérgezni fog lent, nem kellett volna leugranom. Haladjál, haladjál. Szikla, vagy valami jön? Mi volt az az árnyék? Az. Kurva. Ó! Oh! A rohadt anyádat, hogy honnan? Ó, bazd meg! Dobáltok mindenhonnan ilyen hülye követ. Hú, a kurva életbe. Aki ezt kitalálta, hogy ó, legyen ma olyan kavics, ami egyből megeli a parasztot. Vicces lesz. Neki nem, de mi jót röhögünk rajta, hogy ezt így berakjuk a játékba. Jó ötlet, rakjuk. És berakták. Majd mindjárt én is megmondom, mit rakok be hova. Aj, már meg, faszom.
De milyen szart adjál már? Nem látod, hogy alig van élet, Potim? Bloodwire-t, azt adjál nekem, hülye. Már alig van-e? Na, szóval. De... Hallod? Nem már. Ne legyél már ilyen genyó, hogy... Na mindegy. Ja, még ezek a nagyok is újra. Aha. Tedd már le! Nem mész sehová. Menj már innen. Oké, megvan, hogy jutok fel hozzá. Bassz meg. Már maga a törmelék is fél HP-zni tud. Fú, öcsém, ez a... Ez a rész, ez valami mocsokszar. Aha. Ne aggódj, megyek érted. Kinyírlak, mint a szart. Íj, bazd meg. Na. Ezt kérem. Öt darab potén van. Na nézzük. Nem kell ide, ez se kell. Andidor. Az is dobott valamit. Azt kérem. Jézusom. Ez a terület, ez... Ez valami rohadt undorító. Arra is el tudnék menni, de nem akarok. Ja, de mérgez a terület, ott megy is a... Na, csak nem figyeltem, jó? Nem szóltam. Én voltam a hülye. Szaladnék ám. Andidor. Nagyon jó, az kell. Hagyjatok békén. Ezt eltüntetném onnan. Még adj Andidorot. Jó. Hagyjál békén. Még Andidor. Az most nem érdekel. Úgy is tudom, hogy mit fog adni. Már jön a kő, már látom. Ugranék! Ja, és téged kell, hogy megöljelek a cuccaimért. Aha, jó. Jó. Run! Jó, kösz. Hű, bakker. El sem hiszem, hogy átjutottam itt ezen a részen. Az mi? Na jó, meghal, kész. Nem érdekel, hogy mi az, meg kell, hogy halljon.
Ez mi volt? Fogalmam sincs, hogy ez a szar volt. Nem tetszett. Jöhet a haverod is. Figyeld már, hogy rohan! De tudtam, hogy jönni fogsz. Jó, legalább tudom, hogy merre kell menni egyelőre. Az, hogy az-e a helyes irány, fogalmam sincs. Mert az a helyzet, hogyha én ide erre eljövök, arra van egy kurva mérgező stáú. Figyelj, na gyere! Na. Az előző pár alkalommal is meghaladtál volna ilyen egyszerűen. Igen. Szerintem ez ugyanaz a rész, csak máshonnan megközelítve. Na, ott jövök ki, igen. Jó. Ez ugyanaz a rész lesz szerintem. Igen. De találtam egy... Ujjaj, ez baj. Szaladj már, nem érek rá! Páré, szavasz! Itt se vagyok. Anidódot. Potit. Jó. És ez miért? Hogy haltam meg itt? Itt megy fel a csík magától is. Ez mi? Ez ki csinálja? Én azt hittem, hogy az a hülye fejes izé csicska. De nem. Itt valaki más. Az mi az? Ja, jó, nem szóltam. Kellene egy shortcut, de nagyon sürgősen. Én itt nem ugranék le. Hú, ez olyan csapda lesz, hogy nem igaz. Mik ezek a hangok? Ha jó. Mondanám, hogy megérti ide eljönni, de... Tudja, hogy van jelentősége annak a lenti résznek is. Hogy oda le lehet menni valahogy. Te odafigyelj már. Nem akarsz eltűnni, ugye? Szép nagy luftot ütöttél, Pisti, gratulálok! Megint ilyen rohadt mérgező szar. Ezt ugye nem. Ez annyira árulkodó, hogy én oda be nem megyek. Nem, nem. Inkább keresek egy kurva shortcutot. Tehát majdnem van nálam 100 000 blood echo. Azt hiszed, majd bemegyek oda arra a nagy üres placra ennyivel? Hát, ettől azért sokkal óvatosabb vagyok.
arra biztos, hogy nem megyek le. Azaz vernyek vagy nyugodtan, nincs semmi baj. Blood Vial, nagyon jó. Kellett. Rib. Az a baj, hogy az a rész is tele van loot-tal, meg minden jósággal. És el kéne, hogy arra menjek majd valamikor, de... Hát nem tudom, hogy mikor. Nem, erre nem megyek le. Akkor megyünk felfelé. Igen, tudom, bátor dolog ennyi ekóval rohangálni, de hát most hogy tudok csinálni. Hehe. Hehe, megvan a shortcut. Megvan a shortcut. Nagyon jó! Megvan a shortcut! El se hiszem. Felmennék. Ja, szóval. Megvan a shortcut. Ami azt jelenti, hogy... Igen, igen, igen. Jó, a saját árnyékomtól ijedtem meg majdnem. Na, visszanyjuk a Hunter streambe és szintet fogunk lépni. Hát elég járókodó az a terület. Egy kurva nagy üres plac. Shortcuttal előtte. Hihető, ugye? Csak 1800. Na, ne röhögtessé meg. Na, meg 1200. Csak nem tudom, miért nem nyomtam el mind a kettőt. Na. Adjál erőt. Kell egy ilyen. Így. És még maradt 4000. Mi ennek a neve? Mi ennek a helynek a neve? Valaki? Várj, ez lesz már itt. Na nézzük, hogy mennyire van igaz, hogy az egy boss area. Mert szerintem az olyan szinten boss lesz, hogy nem igaz. Na. Azt mondja, hogy téged kezelésbe veszünk. Így. És itt a shortcut. De hogy ezeket a tárgyakat, hogy oda, hogy... Várja. Felmennék. Talán. Ne! Jó van, örüljünk, amink van. De legalább van egy lift. Ó, na nézzük. Oh, hello. Hé! Hey! Nem hard bele kettőbe. Hú, de rosszat sejtek. Persze, ti már jót röhögtök magatoknak, mert tudjátok, hogy itt mi vár rám. Én még nem.
Hát ez akkora egy... Hát rólad volt szó, szia! Az normális, hogy rákúrtam egy... nagyot és ilyen 14-et sebeztem rá. Az az okád dössz a pálya. Hol a fejed? Add ide! Na mi van? Ja, nézzé! Jaj, még ezek még robbannak is. Ez lehet, hogy fájt neki, a nagyot fröccsent. A kelleténél nagyobbat fröccsent. Aha, gondolom. Kelj már fel! A fejét targetold már be. Nagyon jó! Ide a fejedet! Elsőre megvan! Ennyi! Remélem, hogy nincsen ilyen meglepetés fész meg ilyenek. Amigdala, azt hittem, hogy ettől sokkal keményebb lesz. Annyira röhögött ott a terület elején az a muksó, aki ide behozott minket. Hát azt hittem, hogy valami megbaszó ellenfél leszel. Elsőre ment. Annyira tudtam, hogy... éreztem, hogy ránéztem erre a területre, boss. Csak azt nem tudtam, hogy mi. És abba a toronyba én nem tudok felmenni sehogy. Oké, hogy itt van egy lámpa, de ennyi. Semmi? Ennyi a terület? Na ne szórakozz már. Hát most akkor menjek vissza a mérgezős részre, aztán próbálják szerencsét arra. Ez jó volt, ez tetszett ez a boss. Meghalt elsőre. Az ilyen tetszik! Az hogy nem merek oda bemenni, mert mérgez minden kurva anyja. Jó, fiúk, lányok. Írjátok le nekem, hogy... ó, persze, ezt is a... Dárszózos lovagoktól tanultam, hogy átütsz a tárgyakon. Szóval írjátok már le nekem, hogy itt, amik vannak itt ezen a mérgezős fos területen, loot, van olyan, amit érdemes felvenni? Tehát aminek haszna is van? Tehát amivel esetleg fegyvert tudnék fejleszteni még. Már oké, még ezt itt felveszem. Majd el tudok jönni, óvatosan. Na ide figyelj! Gyere egy picit közelebb! Azért ennyire ne! Jó. Na jó van. Ne írjátok meg, megnézem. Túl kíváncsi. Na, ha ilyenek vannak bent, akkor kárnak jövök ide.
Mondjuk ez jó, mert Blood Echo, vagy... Ja, Blood Echo. Nem kell, hogy megölj. Andy dude, ha nyomjuk csak el. Jó, hát tulajdonképpen megnéztük, hogy mi van itt bent. Nem érdekelne egyébként, hogy mérgez ez a szar, csak akkor tudnék benne gyorsabban haladni. Mert konkrétan ez a sprint, amikor a karakter kocog. Amikor meg így kéne mennem, így kocogva, akkor sétálunk. Ez tiszta gyász. Jó, biztos, hogy itt ezen a területen hagyok még ki valamit. De... az a helyzet, hogy az antidódom is fogy, meg a Blood Vial-em is. Úgyhogy innen nagyon gyorsan ki akarok kecmeregni. Mondom, gyorsan. Antidód. Nagyon jó. Na szóval. A Blood Vial-t nem nyomom el, hanem elmegyünk és vagy szintet lépünk, vagy veszünk életportit, mert a Vial az fontos. Vagy elmegyünk és farmolunk. De egy a lényeg, hogy szerintem ez a terület, ez mondanám azt, hogy kifújt, de hajt a kíváncsiság, hogy az előző részen, az előző pálya részen, hogy lehet felmenni a második emeletre. Ott volt egy mob fent. És azt még meg szeretném nézni. Tudok szintet lépni 31 ezerbe? Nem. Megoldjuk. Még nem tudom használni. Jó, hát ha nem tudom használni, akkor nem tudom. Egyben három ekót vettünk. Azért, a már valami. Na. Igen. És akkor volt ez. Hogy itt hogy megyek fel? Már rohadtul bizgatja. Oda! Tuti, hogy fel lehet menni valahogy. Te mondasz valamit még? Te! Figyelj! Te szemét! Jó, ez nem működik. Pedig én megpróbáltam. És hallom, hogy lépkednek ott. Oda! Tudja, hogy fel lehet menni. Csak hogy? Nem látok semmit, pedig oj, se létre. Jé, itt kijövünk. Ez volt az ajtó, ami elvitt minket a másik területre, úgyhogy azon biztos, hogy nem fogok most bemenni. De várjál, csak itt van egy ajtó. Ez. Itt kurva sokan vannak. Hajaj, huhú! Még a PS is beakad. Nem bírja a tömeget. Azt a minden. Anyád valagát. Mm-hmm.
valahol... Valahol biztos, hogy fel lehet menni, csak nem látom. Mert látjátok, ott fent van egy muki. Ott meg van egy ajtó. Talán ezen az ajtón, hogyha átmegyek. Ne aludj az órán! Hogy lesz meg így a diploma, hülye gyerek? Mi van akkor, hogyha itt... Nem vettem észre valamit. Létrát vagy valamit. Vagy a másik oldalon. Ezt itt lettől? Szét! Minden. Nem. Semmi. És most jöttünk kín. Ez több mint érdekes. Are your feet as fussy as this dithering? Take the plunge. Throw yourself to the wolves. Dobja magamod a farkasoknak. Mi van? Te hülye vagy? Ugye... Ez egy üres szoba volt. Itt semmi. Na érdekes dolgok ezek. Mert legalább egy létre lenne valahol, de sehol semmit nem látok. Ha csak nem. Ide ott kapaszkodik fent. Csak nem itt valahol, de... Az a baj, hogy zárt a teteje. Akárhogy nézem. Hogy még ez sem. Nem. Nem tudom, hogy oda hogy kell felmenni. Na jó, másik terület, lámpa. Hunter's Dream, azt itt sem vagyunk. Úgy néz ki, ez a terület, ez ennyi. Na. Azt mondja, ebből megint veszünk egy pár darab ekót. Most azért eléggé OP a karakter. Ami azt jelenti, hogy nyugodtan vehetek ilyeneket. És nem kell most egy ideig szintet lépnem. De még egyelőre nem megyek innen sehova, megnézem, hogy mit tudunk kezdeni a fegyverünkkel. Ezzel így semmit, javítani nem tudom. Nézzük a gemeket. Ez a gem, olyan kéne, ami nevel a... Fizikai attack. 10-9. Ezt kérem be. Ez. Na ilyen van benne. 11-6-9. Ez meg ad egy kis százalékot. Ezt kérem bele. Megérte! Teljesen. De várjál. A harmadik az nem kell. Jó. Ezek meg ilyen memorik. Jó. Ja, hogyha ezt beraktam volna, akkor ellenálló vagyok a méreggel szemben. Hát ez mondjuk jó ért volna. Ellenálló vagyok mindennel szemben. Ha ne hűj. Ez itt tud, ez a Max Blood Vial, az marad. Az 5% HP. Azt feláldozom. Erre.
Ne hülyülj. Jó. Ha jól értettem, akkor ellenállóbb leszek mindennel szembe. Ott mutatja is. Nagyon jó. Eltűnnek? El. Na. Na jó van, srácok. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez a rész az ennyi lett volna. A következő videóban holnap találkozunk. Addig is szevasztok. Ez egy jó rész volt, meg jó boss volt. Meghat elsőre!